A kánikulában akár irigyelhetnénk is a hokisokat a jégcsarnok hidegéért, de ők is leizzadnak, hiszen az átalakult edzői stáb kemény edzéseket vezényel. A hangulattal ezzel együtt nincs gond, ahogy a csapat egyik veteránja fogalmaz, a felkészülés elején nem is szokott. Mindig nagyon jó a hangulat, így a szezon elején sokat próbálunk viccelődve előtni az időt, ugye nagyon kemény edzéseik vannak, és pont ezzel próbálom minél többet viccelődni. Dolgozunk, ahogy szoktunk, keményen, ahogy elvárják tőlünk az edzők, és természetesen próbálunk a játék minden elemeivel előtni. Kevin Konstantin váratlan lelépése után Kis Dávid lett az új vezetőedző, aki eddig is stábtag volt, és a régebbi kerettagok közül senkinek nem kell bemutatni. Persze ez nem azt jelenti, hogy ne lennének újdonságok a játékban, de ezek aligha változtatják meg gyökeresen a volán arculatát. Nem nagy különbségeket kell keresni, ugyanis a játék alapja az mindig ugyanaz. Jégkorongozunk, ugye, meg tavaly se felejtettünk el jégkorongozni, mert volt egy gyengébb szezonunk. Természetesen Dudaék próbálják a saját stílusokat egy kicsit belefektetni, vagy átadni nekünk, amiben tudunk dolgozni. A csapat osztrák ligás történetének első magyar vezetőedzője úgy látja, a játékosok vevők az újra, megfelelő az összhang a csapat és a stáb között. Nagyon jól fogadják az információt, mindenki nagyon tényleg éles fejbe. Figyelnek a részletekre, amit kérünk, nem csak a videómeetingeken, hanem a jégen és az egyes feladatokban, ahol le van tördelve a szituáció, a kis dolgok, amiket kérünk, tényleg nagyon jól odafigyelnek, sokat beszélnek, kommunikálnak. Azt látom, hogy nagyon nyitottak és élvezik, és pont ezen a célunk, hogy ezt fenntartsuk. A Hidrofehérvár OV19 túl van egy edzőmeccsen, hétvégén pedig Bledbe utazik egy tornára. Idő még van összecsiszolódni, az új szezon első mérkőzését szeptember 15-én játssza a volán.